Ezúttal a Matthias Corvinus Kollégium ifjúságkutató intézetének vezetője látogatott el Szekszárdra és tartott előadást. Székely Levente elmondása szerint ahhoz, hogy megértsük a fiatalokat, nagyon sokat kell foglalkozni a digitális világgal, hiszen ez az a generáció, akik már nem ismerik azt, hogy milyen volt akkor, amikor nem voltak okostelefonok, internet, közösségi média. Ez egy olyan úgymond világot jelent, amiben az idősebbek nem feltétlenül vannak otthon, nem feltétlenül mozognak otthonosan, és ez az előadás ez azzal foglalkozik, hogy próbál egy átfogó képet mutatni a mai ifjúságról, többek között erről a világról is. Nem kell a szülőnek féltenie a gyermekét, mert nem akar minden fiatal youtuber lenni, sőt, nem akar még minden második fiatal sem youtuber lenni. Ezek a úgymond foglalkozások, mint a sportoló vagy a művész, hasonló arányban fordulnak elő a fiatalok jövőképében. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bátorítani kell a fiatalokat, meg kell szabni azokat a korlátokat, ahogyan lehet ebbe a világba bekapcsolódni, hiszen nyilván egy ilyen világ a fiatalok számára is, de a szülők számára meg főképp egy csomó ismeretlen tényezőt tartalmaz, tehát nagyon fontos a biztonságra figyelni, és nagyon fontos úgymond úgy belemenni ebbe a világba, hogy az ember ne gondolja már rögtön azt, hogy akkor egyből egy csomó követőm lesz, és egyből enyém a világ. Számos pozitív hatása lehet, ha valaki elmerül az online térben. Hát nyilván van egy csomó előnye ennek, tehát hogy nagyon sokat tudunk tanulni. Nagyon sok olyan készséget tudunk elsajátítani, ami talán így elsőre nem is jut eszünkbe. Tehát megtanulunk másokkal együttműködni, olyan kommunikációs készletet tudunk felhalmozni, ami ebben a világban, tehát úgy értem, hogy a hétköznapokban is hasznunkra válhat. Olyan képességeket tudunk megtanulni, például egy videóvágást, vagy például a különböző közösségi médiarendszereknek a működését, a hirdetéseknek a szerepét, a követőknek a rendszerezését, stb., amelyek mind nagyon hasznosak tudnak lenni, akkor is, hogyha az emberből nem videós lesz, vagy influencer. Székely Levente felhívta a figyelmet az internet veszélyeire, hátrányaira is. Természetesen van ennek a világnak hátránya is, ahogy mindennek. Tehát ugye régen, amikor a könyvek világában éltünk, akkor attól félhettünk, hogy a sok olvasástól elromlik a szemünk. Így a digitális világnak is megvannak maguk megvan a maga hátránya, hiszen ebben a világban van egy olyan rész, egy olyan veszélyes rész, ami nem feltétlenül is rögtön azonnal látunk meg, hiszen ugye itt olyan közegbe kerülünk, rögtön egy nyilvános térbe kerülünk, ahol bánthatnak minket, ahol visszaélhetnek az adatainkkal, tehát fontos az, hogy óvatosan közelítsünk ehhez a világhoz. Azt el kell mondanom, hogy úgymond a fizikai bántalmazás, a fizikai kiközösítés és zaklatás, az még mindig valószínűbb egy fiatal számára, mint az online zaklatás. Az online zaklatás azért egy nehezebb történet, mert ott nagyon nehéz elmenekülni is, és ott úgymond egy sokkal nagyobb nyilvánosságban zajlik például a megszégyenítés. A szakember szerint a digitális világ már egy új megélhetőségi lehetőséget is kínál. A online világ, a digitális eszközök, azok jelentik a jövőt ebből a szempontból is, tehát látjuk már most, hogy számos olyan úgymond szakma van, amelyet mondjuk 20 évvel ezelőtt nem is sejtettük, hogy lesz, és erre úgymond fokozottabban számíthatunk a jövőben is, tehát igen, erre lehet építeni és kell is építeni.